Sziasztok! Ruth Rebecca vagyok, 19 éves. Jelenleg a Yale Egyetemen tanulok, és az egyetem csapatában focizom. Óvodáskoromban a Baráti Bőrlabda FC-ben kezdtem el focizni, majd a Dynamo Star érintésével kerültem a Fradi női utánpótlásába. Azt végigjártam a Langrétlác, és az utolsó 3 szezont a felnőtt csapattal töltöttem. Ha érdekel titeket, hogyan telik egy napom a élen, akkor tartsatok velem! 8 óra van, most keltem fel, indulok már is reggelizni, aztán pedig az első órámra. Ez a kilátás fogad reggelente, és most pedig indulok is az étkezőbe. Én a Benjamin Franklin College-ban lakom, ami a 14 kollégium közül az egyik. Most fejeztem be a reggelit, és indulok is az első órámra, ami német lesz 9 órától. Ez itt az Old Campus. Itt csak első évesek laknak, és az összes régebbi Residential College mindegyikének van egy-egy épület, szárnya épület része, és az ő első éveseik itt laknak. Mivel jó idő volt, ezért német óra nem a tanteremben voltunk, hanem kint a szabadban. Most pedig vissza is értem már a szobámba, nagyjából egy óra múlva lesz a következő órám. A mai második órám angol lesz, ezen academic writingot tanulunk. És rögtön angol óra után lesz pedig intro statisztika órám. Most lett vége a statisztika órámnak, 2:45 van, és most indulok ebédelni. Most már indulok is edzésre. Az összes kültéri sportág sportpályái a kampuszon kívül találhatóak, és az egyetem üzemeltet egy boost a sportolóknak, ami kiviszi a sportolókat a pályára. A busz a kampuszon található központi gym elől indul, és nagyjából 10 perc alatt ér ki a pályához. Ez itt az edzőközpontunk, itt szoktunk edzeni, illetve a hazai meccseinket is itt szoktuk játszani. Ez egy teljesen új épület, idén adták át. A Yale egyik volt diákjának, az AliExpress alapítójának a 30 millió dolláros magánadományából épült.
Ebben a szobában szoktuk az edzés, illetve meccs előtti taktikai értekezleteket tartani. Suli és edzés között sokan ide jönnek és itt tanulnak, illetve meccsek előtt itt szokott a csapat közösen enni. Ez pedig itt a konyha, itt különböző snackek vannak, hogyha valaki még edzés előtt szeretne gyorsan pár falatot enni, akkor tud. Ezt a pályát és ezt az épületet 4 különböző csapat használja, női és férfi labdarúgás, illetve női és férfi lacrosz. Ez itt az edzőtermünk, hetente 2-szer szoktunk itt erősíteni. Mindegyik erősítő keretnél 2-3 játékos szokott egyszerre dolgozni, és minden egyes kerethez tartozik egy iPad, amin egy programon keresztül szoktuk vezetni, hogy ki mikor mekkora súlyokkal dolgozott. Illetve ezen az applikáción keresztül látjuk az aktuális erősítő programot. Az edzés pikantériája, hogy a hétvégi Harvard elleni meccsre készülünk. A két egyetem közötti rivalizálás több mint 300 éve tart, így ennek a meccsnek nagyon nagy presztízse van, legalább akkora, mint otthon egy MTK Fradi. A J-sport csapatait Yale Bulldogs néven említik, a kabala állatot pedig Handsome Dan-nek hívják. A jelenlegi kutya a 19. kabala állat, aki nagy meglepetésünkre meg is látogatott minket edzésem. Most lett vége az edzésünknek, most megyünk vacsorázni. Az egyik dining hall az tovább nyitva szokott tartani kimondottan a sportolóknak, úgyhogy most ott fogunk enni. Vacsora után visszajöttem a szobámba, tanultam egy keveset, és most pedig megyek le majd a kollégium alaksorába alakútársammal beszélgetni, játszani a többi diákkal, akik ugyanebben a koleszben laknak, mint én. Véget ért a nap, jó hosszú volt, 3 óra egy edzés, eléggé elfáradtam, de élveztem minden egyes percét. Így telik egy napom a jelen sportolóként, remélem élveztétek. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornára, hogy ne maradjatok le a többi érdekes videóról sem. Sziasztok!